Bíró Lajos festőművész, az Egri Főiskola egykori tanára fontos szerepet töltött be az 56-os forradalom idején. Vezetőségi tagja volt Egerváros Forradalmi Nemzeti Tanácsának. A forradalom 60. évfordulóján Szenvedély és Szolgálat címmelnyét kiállítása a Ciffel Sándor galériában, mely korábban a Zsinagóga galéria nevet viselte. A megnyitón Habis László polgármester posztumusz díszpolgári oklevelet adott át Bíró Lajos özvegyének, aki úgy fogalmazott, a forradalom dicsőséges napjait férje is mámorosan, boldogan élte meg. Gyönyörű időszak volt, olyan boldog volt mindenki, komolyan, szóval, hogy mondjam, úgy akkor már nem nézték az emberek, hogy ez hova tartozik, az hova tartozik, olyan egységbe volt mindenki. Bíró Lajost 1957-ben 4 év börtönre ítélték, 59-ben amnesztiával szabadult, főiskolai katedrájához már nem térhetett vissza. Leginkább portrékat, tájképeket, csendéleteket készített. A börtönévei alatt is főképp portrékat rajzolt. Hogy mennyit rajzolt, ezt pontosan nem tudjuk fölmérni, valószínűleg nagyon sokat, mert a rabtársait és masszereket is gyurmaszobrokat készített. Tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy az az alapállás, ami őt kezdő képzőművészként jellemezte, a portré, az emberábrázolás, az kiteljesedett a börtönbe. A 2010-ben elhunyt egykori egri forradalmár pedagógus képzőművész kiállítása február 28-áig látogatható.